Na, sziasztok srácok, üdvözlő csatornán Keeper vagyok. Kezdtekles videóval érkeztem, de nagyon-nagyon rendhagyó. Gondolom kíváncsiak vagytok, hogy mik ezek a karakterek a kijelzőn. Hát, ezek az új klánunknak, vagyis klánomnak a neve. Hogyha rákerestek, akkor itt fogjátok megtalálni. Ez a klán terveim szerint nem lesz egy túl nagy klán, viszont nagyon erős lesz. Főleg ahhoz képes lesz erős, amilyen mezőnybe mi indulni akarunk. Munkatársammal találtuk ki ezt az egészet, hogy úgy kellene megoldani a dolgokat, hogy várjunk, kezdjük az elején. Én voltam ugye nagy magyar klánba, voltam kicsi magyar klánba, voltam nagyon nagy külföldi klánba, ami top klánnak nevezhető volt. Mindenhol problémát okozott az, hogy nyerni Guild War-on, ugye. Mivel főleg, hogyha egy nagyobb klánban vagy, akkor valószínűleg komolyabban veszik a játékosok és a klánok a Guild War-t, kötelező a nagyobb klánokban a Guild War. És ugye csomó minden összefügghet, szóval már mint vannak olyan random tényezők, hogy tényleg kifogtok egy olyan klánt vagy egy olyan mezőnyt, amiben nincs esélyetek, vagy pedig nem mennek el elegen. Ugye nagyon sok klánban az a probléma, hogy nem mennek el a Guild War-ra, meg tényleg nehéz nyerni, főleg, hogyha egy erősebb klánban vagy. Meg főleg, ha nem veszik olyan komolyan ott. És emiatt arra gondoltunk munkatársammal, hogy kellene csinálni egy olyan klán, amiben erős emberek vannak, nem sokan, de tényleg az, hogy erősek legyenek, és ugye a top 4000 klán játszott Guild War-on. Magyarul a top 4000-edik az körülbelül olyan 300 000 májkton, összmájkton van, ami ugye azt eredményezi, hogy a 300 000 összmájtos klánok azok már ott vannak. És ebből még az következik, hogy ha például 3 darab 100 000-es játékos már részt vehet egy ilyen összecsapáson, ahol például egy max májtos 300 000-es összecsaphat a 3 darab 100 000 májtossal, mármint játékossal, mert ők is már kiteszik azt a májt mennyiséget. És ezért arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy olyan klánt kezdenénk, amiben csak 100 000 májt fölöttiek lennének, és nem kifejezetten sokan. Tehát nem azt jelenti, hogy mi 60 meg 50 főt akarunk, hanem mondjuk egy olyan 10-et. De az a 10 ember az olyan legyen, hogy mindenképpen megcsinálja a Guild War-t, viszont sokkal-sokkal könnyebb lesz neki megcsinálni a Guild War-t, mert ugye ők 100 000 fölötti májtosok valószínűleg megfelelő hírókkal rendelkeznek, és az ellenfél klán, amiket fogunk kapni, ők viszont úgy fogják kitenni nagy valószínűséggel az összmájkot, azt a mondjuk mi kiteszünk mondjuk 1 milliót, ők is kitesznek 1 milliót, de ők például 60-nak fogják kitenni 1 milliót, és nagyon kicsik lesznek, és egy ilyen kisebb klánba például még nem kötelező Guild War, nagyon kevesen mennek el, és ebből az következik, hogy minden egyes Guild War megnyerünk. És az nagyon-nagyon jó, hiába vagy egy nagy klánba, hogyha szökő évente nyersz, vagy nem tudsz megfelelő pontot csinálni, vagy tényleg nem mennek el az emberek, és amiatt ugye nem nyersz. Voltam kisebb magyar klánba az utóbbi időben, és azt vettem észre, hogy ez az 1 millió összmájk körüli klánok, ők gyakorlatilag nem járnak el. Hiába ott a lehetőség nekik, nem mennek el. Az esélyük meg lenne rá, ugye, hogyha minden egy mondjuk az 50-60 játékos elmenne, és egy kicsit keresne, esélye lenne arra is, hogy ugye a 10 darab 100 000 játékosos a klánt lenyomja, mivel a sok kicsi pontból ugye összejönne neki, de nem fogja, mert nem veszik komolyan, mert nem csinálják, emiatt mindenképpen nyerve lesz az összes Guild War, amiből elég sok pontot lehet kaszírozni, főleg ugye, hogyha elég nagy májtod van, akkor mivel csak 100 000-esek fölöttiek fognak jönni, ugye ők elég sokat kapnak. Na jó, igazából ennyi lett volna ez a videó, hogyha esetleg gondolod, akkor gyere, egy kritérium van, minden Guild War-on ott kell lenni, de cserébe azt tudjuk nyújtani, hogy olyan ellenfeleket fogsz kapni, amit biztos, hogy 100%-ra te tudsz nyomni mindig a top 5 legerősebbet a klánokba, és elég sok pontot fogsz összeszedni, tehát mindig top, mindig első lesz a klán, és elég sok pontot kapsz. Na, ennyi lett volna ez a videó. 100 000 fölötti játékosokat várunk. Nem sokat, olyan 10 darabot összejön
az egy, lesz egy összeszokott csapat, megmondom őszintén, én tényleg voltam jó pár klámba, nem tetszik ez a rendszer, mert ez a 60 akárhány játékos, aki egy az, hogy azt se tudja a másikról, hogy ki kivel van, meg hogy izé, meg hogy hogy mennek messzázni, meg mindenféle veszekedés, meg klikkesedés. Legyen egy 10 játékos, aki erős, és akkor leverünk mindenkit. Na, jó, már ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok! Ja, és hogyha 50 000 májtod van, meg 40 000, légy színe írj, nem, tényleg az a lényege, érted? Hogy nem a személyed ellen szó, hanem az a lényeg, hogy jó eres legyen, hogy azoknak a játékosoknak, akiket be fogunk kapni ellenfélre, esélyese legyen 100%-ra leverni a mi játékosainkat. Na, köszi, hogy itt voltatok, jók legyetek, sziasztok!